az EKM 4000-es Electrolux fénytálas kézimixer egy 10 fokozatban állítható forgási sebességgel rendelkező készülék, melyhez egy 5,5 literes rozsdamentes tál tartozik. A készülék habverésre, dagasztásra, illetve egyéb keverésre használható a különböző ráhelyezhető karok segítségével. Van egy műanyag takarás itt a munkafelület fölött, melyen egy betöltőnyílás is helyet kapott, az egyszerű és könnyen kezelhető használat miatt. Alapvetően a készülék bal oldalán van egy kar, melyet ha előre húzunk, akkor tudjuk majd hátra billenteni a keverő részét ugye a készüléknek, akkor le tudjuk venni ezt a takarást róla. Magát a habverőt, illetve az egyéb karokat úgy tudjuk cserélni, hogy ezt fel kell tolnunk ütközésig, elfordítani, és akkor már is le tudtuk venni a jelen esetben a habverőt, és mondjuk felhelyezzük rá a dagasztókart, szintén ütközésig feltoljuk, és elfordítjuk. Magát a tálat óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig elfordítva tudjuk kivenni, illetve visszahelyezve, szintén balra elfordítva ütközésig tudjuk visszahelyezni. Hogyha ez nincsen ütközésig elfordítva, vagy rosszul tettük rá, akkor a készülék nem indul el, tehát rendelkezik egy ilyen úgynevezett biztonsági funkcióval. A készülék jobb oldalán van a 10 fokozatban állítható teljesítménykapcsoló. Amikor áram alá helyezzük, illetve bekapcsoljuk bármilyen fokozatra is, akkor egy ilyen pici kék kontroll csík világít a kapcsoló körül. Gyakorlatilag egy professzionális készülékről lévén szó. Itt elől egy úgynevezett adapter kapott helyet. Ezt, hogyha kilazítjuk, fel tudjuk hajtani ugye ezt a takarást. Különböző opcionális tartozékokat tudunk, mint például húsdarálót hozzá vásárolni. Ez nem a készülék alaptartozéka. A készülékhez csak ez az úgynevezett három keverő lapát tartozik.